A zsidóság első imahelye, az ma már nem áll, az a Bezeredi utcában volt egy úgy, mai Bezeredi régebben Német utcában volt egy imaház, ahol jelenleg többszintes épületek állnak. A Vosinszky-Mór megyei múzeum szervezésében megrendezett séta előzöngéjeként Friedman Tamás, a szekszárdi zsidó hitközség elnöke mondott köszöntőt. A Sétálj velünk program vezetője Kaciáni János nyugalmazott levéltári főtanácsos volt, a szekszárdi izraelita temetőbe járunk. Most már harmadik éve sétálunk érdeklődőkkel temetőkben Szekszárdon, így jutottunk el ide közkívánságra a talán legkevésbé ismert zsidó temetőbe. A szekszárdi zsidóságnak sok jeles alakja nyugszik itt, olyanok, akikre még a régi szekszárdiak valószínűleg emlékeznek. 1840-ben törvény megengedte a zsidók számára a letelepedést és a kereskedést, akkor kezdett el növekedni Szekszárdon a zsidó családoknak a száma. 1890-ben a körül voltak legtöbben, 900-an laktak itt a 14 000 lakosú városban. Ez a temető 1912 óta fogad temetkezésre híveket. Körülbelül 8000 négyzetméteres a területe, és kerek számot mondok, 1100 temetésről tudunk. Ha most képzeletben egy kicsit végig sétálunk ebben a temetőn, sok ismerős névvel találkozhatunk, közülük talán kettőt említenék meg, ami szekszárdiak számára régóta ismerős. Az egyik a Pirnitzer család. A másik pedig a Leopold család. Most a történelem fonalán hozzájuk kanyarodunk vissza, miközben a síremlékek között sétálunk. Nagyon sok szekszárdinak régi-régi ismerőse a Pirnitzer család. Kereskedő családról van szó, áruházuk volt Szekszárdon, a Garai tér, Széchenyi utca sarkán, amit az ő tulajdonukból, amikor ez elkerült, ez a szép emeletes áruház, akkor otthon áruházként vált közismerté. A Pirnitzer család 1890-ben kezdte szekszárdi kereskedését. Először egy kis üzletecskében a Széchenyi utcában, majd felépítették ezt a impozáns méretű áruházat, és azzal vált híressé, hogy nagyon igényes áruválasztékkal, nagyon színvonalas kereskedői mentalitással szolgálta ki a vevőit. Ezen kívül hazafias érzelmeiről volt még híres, nevezetes a család. A család idősebb tagja, Pirnitzer Antal, Pirnitzer Béla, a leszármazottak, a gyerekek, fiúk, a három fiú például ebben az üzletágban, az áruházban nőtt fel szinte, és megtanulta meg a kereskedésnek a fortéjait. Pirnitzer családról maradt fenn az az emlék is, hogy például Nagybecsben tartottak egy 1848. március 15-én kibocsátott követelésekről szóló röplapot, és azt szépen bekeretezve állandóan mutatta az áruházának a kirakatában. Most ez a család sem kerülhette el a sorsát így részben a fasizmus áldozataként, vesztette el őket Szekszárd, részben pedig a világ más tájain találtak otthonra leszármazottak. Leopold Károly, Leopold Sándor, Leopold Lajos, ismerős nevek a szekszárdiak körében. Itt ebben a családban jómódú bankembert, Tolna vármegye című lapot alapító laptulajdonost, tudós szociológust említhetnék.
legutóbbi talán a Leopold Lajos, aki arról volt nevezetes, hogy több nyelven lefordított szociológiai munkáját, a Prestige című könyvét sokan lapozgatták az 1900-as évek első évtizedeiben. Szekszárdért aggódott ő is, mint apja és hozzátartozói Sándor és Károly, mert abban az időben, amikor ő fiatal volt és szociológusként tevékenykedett, akkor szűntek meg a céhek, majd megalakultak az iparegyletek, de tulajdonképpen ezek a kismesterségek igazándiból nagy vagyonos műhelyekké nem tudtak kiemelkedni, és mondta, hogy lám-lám, a kisipar elpusztult ugyan, lett helyette nagyipar, de az nem Szekszárdon. Leopold Károlyról azt tudjuk, és Sándorról, hogy ez a család volt az, aki a szekszárdi zsidó hitközség legjelesebb rabbiát fogadta itt Szekszárdra. 1902-ben Rubinstein Mátyás nevű rabbit választották meg, aki nagy dorogi lakos volt, a családnak a tagjai mentek érte vonattal nagy dorogra, kísérték Szekszárdra, és a hívek nagy sokadalma várta az új rabbit a vasútállomáson. A Leopold család története párhuzamosan futott ennek a rabbinak a szolgálatával és szolgálata történetével, aki ráadásul mártiromságával is példaképe lett ennek a családnak és a szekszárdi zsidóságnak, mert 1944-ben a deportáláskor 82 éves korában, 42 évi rabbi szolgálat után önként elment deportált híveivel együtt Auschwitzba. A szekszárdi izraelita temető őrzi a nagy embereket, kik a köz- és szekszárd jobbítása, az emberi értékek megőrzése és továbbadása mentén végezték minden dolgukat életükben. A mi feladatunk, hogy emlékezetük ne vesszen bele a megfoghatatlan jövőbe, hanem a humanitás, a kultúra, a tudomány és erkölcs szellemiségét őrizzük, és közvetítsük mi is minden cselekedetünkben.